egy kecskeméti konzervgyár termelés-főosztályvezetői székéből kimenni egy áfész kis savanyító üzemébe, nem egy karrier, nem egy csúcs, de a sorsnak nagyon hálás vagyok, mert ha akkor nem vállalom a váltást, akkor ma nincs az a szakmai siker, mint amit az elmúlt évek során sikerült elérni. A mai itt lévő munkatársaknak fogalma sincs, hogy milyen mélypontról indultunk. Ma egy fényes, tiszta magyar vállalkozás van, de bizony az a szövetkezeti összevisszaság, ami akkor volt, a pártirányítás, a szövetkezeti tagság, hogy minden a miénk, nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is mindenki vitt mindent, innen indulni, építkezni, roskadozó boltok, roskadozó épületek, és egy nagyon zilált szakmai csapat, ebből fölhozni azt évről évre, bizony ehhez egy nagyon közös tenni akarás, egy közös összefogása volt szükség. Ez egy magyar tulajdonú, ilyen stabil lábon álló cég, ahol biztonsággal lehet dolgozni, ahol olyan szakember, csapat, olyan menedzsment dolgozik. Én úgy gondolom, hogy egyébként mindenhol, mert legalul a szakmunkások is mind profi, én úgy gondolom, hogy mind profi a saját területén, minden dolgozó, és mindenki úgy oda teszi azt, amit oda tud saját részéről, és ez a sok-sok kis apró dolog, ahogy összeépül, egymásra épül, összefonódik, tolja szépen az egészet fölfelé. Nyilván, ha nézzük a produkt részét is, jó minőségű termékeket gyárt, színvonalas termékeket gyárt. Ugye, mivel több lábon áll az univer, ezt az összeset így, ha összekovácsolja, így egymásban van az erő. Mit jelentett az önnek, hogy kinevezték ide üzletvezetőnek? Hát egy álmom vált valóra tulajdonképpen, a tanuló koromtól kezdve, aztán amikor bekerültem az univer boltba is, mint pultos, onnantól kezdve én azért dolgoztam, nem csak azért dolgoztam, de az volt a vágyam, hogy egyszer üzletvezetőként kipróbálhassam magam. Mit tudok teljesíteni, mire vagyok képes, mik a határok. Úgy gondolom, hogy erre mindig kaptam lehetőséget, tehát mindig volt fejlődési lehetőség. Mert ugye pultosból pénztáros lettem, aztán elsőadó, tehát végigjártam szépen a ranglétrát, és mindenütt azért teljesíteni kellett ahhoz, hogy ideig eljusson az ember. Révbe ért? Igen. Én úgy gondolom, igen. Nagyon boldog vagyok, meg én ebbe teljesedek ki. Ami egy kicsit, nem tudom, hogy mennyire jó dolog, de úgy gondolom, hogy fontos egy vezető számára, én a magaménak érzem ezt a boltot. Tehát ez az én kis boltom, az én lányaim, és én ezt így kezelem. Csaba, te a Multiktól jöttél ide az Univer boltba dolgozni. Nem bántad meg? Egyáltalán nem bántam meg. Én úgy gondolom, hogy nekem a szakmámnak a csúcsa. Tehát ez a non plus ultra, minden bizalmat megkaptam, ez a legfontosabb. Az, hogy egy ilyen áruházat bárki megkaphasson, egy hatalmas bizalom kell legyen iránta. Én ezt a bizalmat megkaptam, hiszen azért én még ebben a családban csak 3 éve tartozom bele, de méltón büszke vagyok arra, hogy itt lehetek. Nagyon fontos pozíció egy üzleten belül a pénztáros állás. Bevallom őszintén, hogy amikor én itt vásárolok, akkor én figyelem azt, hogy melyik pénztárnál vagy te, mert ott gyorsabban megy a sor. Mások is vannak így? Hogy látod? Igen, szinte vannak nagyon sok vevő, aki az én soromban áll még akkor is, hogyha nagyon hosszú a sor. Tipikusan megfigyeltem, hogy direkt odaáll, mert tudja, hogy nagyon gyorsan sorba fog kerülni, sőt, hangot is ad neki, szóvá is teszi, hogy nagyon ügyes és gyors vagyok. Mit jelent neked az, hogy 31 éve itt dolgozhatsz az Univernél? Nekem ez egy nagy család, egy második otthonom. Munkatársak és tényleg a vásárlók is, mindennapos törzsvevők. Hogyan lehet még több vevőt bevonzani ezekbe a boltokba? Mi a titok? A kedvesség. Az egy nagyon nagy erény, meg a mosoly. Mert nagyon-nagyon szeretik az emberek a mosolyt. Mártika, ön itt a legrégebbi dolgozó a gépsoron. Mikor jött ide a Hetényegyházi üzembe? Emlékszik még rá? Igen, emlékszek. 1984. augusztus 13-án. Milyen a kollektíva itt? Szerintem nagyon jó. Kijönnek egymással az emberek? Igen, kijönnek. Tehát ez olyan nagyon mondjuk beszélgetni se lehet, meg veszekedni se, mert elég nagy a zaj. Arra mindig van alkalom.
Sok fiatal is dolgozik itt az Univernél. Most már igen. Milyenek a mai fiatalok? Olyan, mint régen. Vannak benne nagyon aranyosak. Itt azért általában olyan fiatal jön, amelyik dolgozni is akar, nem csak pénzt keresni. 1979. július 16-án kezdtem. Ennyire emlékszel a dátumra? Igen, mert épp valami iratrendezgetés közben a munkakönyvem is előkerült benne. Ez az egybejegyzés van egyébként benne. Nagy tisztelet övesz téged itt az Imre bácsit. Nem mesterségesen építettem, ez valahogy itt szépen kialakult. Különösebben senkit nem piszkáltam indokolatlanul, hogy már pedig lássák, hogy na én vagyok a főnökük. Igyekeztem mindenkivel úgy beszélni, ahogy illik, megérdemli, hogyha esetleg nem úgy végezte a munkáját valaki, akkor esetleg keményebben rászóltam, persze előfordult olyan is, de nem igyekeztem éreztetni senkivel, hogy már pedig én rám nagyon föl kell nézni. Az ön nevéhez fűződik a McDonald's sztori. McDonald's nem ad receptúrát, tehát vagy meg tudom csinálni, vagy nem. És ahhoz, hogy valamilyen osztályzatot elérjek, ugye nem a maximumot, ahhoz össze kellett rakni. Hát az első próbálkozások nem voltak sikeresek, de aztán bekerültünk a céghez, és ma már ugye hát meghatározó ez a termelés, meg ez a kapcsolat, ami ma a McDonald's-szal van. Mit jelent önnek az Univer, az, hogy 40 évig itt dolgozott? Hát tulajdonképpen a nagy családomat. Amikor látja az üzletekben az ön termékeit, akkor milyen érzés ez? Hát, hogy mennyi mindent tudnék megcsinálni, ha nem volnék ilyen idős, igen. Én nagyon szeretek itt dolgozni, azért is dolgozom már itt 30 éve, és hát nagyon sokat változott azóta, ugye, hogy én elkezdtem. Nagyon sok szép új gép van, korszerű, modern gépek. Nagyon szeretünk itt dolgozni, szeretjük egymást. Hát vannak néha kisebb viták, mint bárhol, mint otthon, családban, de azon kívül nagyon jó a kollektíva. Mit jelent az önnek, hogy itt dolgozik már 30 éve, és hogy itt dolgozhat még mindig? Nagyon sokat jelent, ugye, mert az embernek van munkája. Én 33 éve dolgozok, nem voltam még munkanélkül, hát ez nagyon sokat jelent, hogy az ember azért minden hónapban tudja biztosítani a családjának, ami szükséges. Ugye a fizetés, hát mindannyian abból élünk. Ami hozzám tartozik, a termelőgépeken kívül minden, tehát hogy legyen víz az épületbe, legyen gáz, legyen villany, legyenek poroltók, tűzgátlóajtók csukodjanak, targoncák működjenek, tehát az összes fenntartás ahhoz, hogy az üzem tudjon működni. Engem itt az Univernél nagyon jól megbecsülnek, én már 30 éve itt dolgozom, elfogadják a tanácsaimat, elfogadják a munkámat, úgyhogy én jól érzem itt magamat. Mit jelent neked ez a 29 év, amit itt az Univernél eltöltöttél? Hát az életem. A fiatalságom. A gyerekeim is itt nőttek föl, azt is mondhatnám. Miért választottad ezt a szakmát? Unokatesom szintén pék, és még ő is nagyon régóta dolgozik, és megtetszett a munkája, láttam gyakran dolgozni pékségben, és ezért gondoltam, hogy testhez álló. Mennyi idő alatt készül el mondjuk a lipóti parasztkenyér? Hát, hogyha a kovászérést számítjuk, akkor egy 10 óra. Mit jelent neked az, hogy az Univernél dolgozhatsz? Megtiszteltetésnek érzem igazából, és örülök, hogy egy folyamat része tagja lehetek. A legbüszkébb vagyok, azok a kollégáim. Tehát minden az embereken múlik, minden cég, legyen ez egy vállalat, egy televízió, minden azon múlik, hogy kikkel dolgozol együtt. Egy hullámhosszon vagytok, egyre céljatok, tudjátok egymást motiválni, tudja mindenki, hogy kinek mi a dolga, és utána ebből, ha jó emberek vannak körülötted, mind emberileg, mind szakmailag, csak jól sülhet ki. Minden döntést emberek mi hozunk meg, a számítógép és egyébként a segítségünkre van, a gépek a segítségünkre vannak, de minden az embereken múlik. És nekem ebben van szerencsém, hogy együtt nőtt velem az a generáció, aki ma valamilyen szinten vezeti az Univernél. Nekem az Univer nem csak egy munkahely, hanem a hobbim, a siker, a feladat és minden egyéb.
Édesanyám is kereskedő volt. Igaz, hogy nem játék és élelmiszer részen, hanem illatszer részen volt a Rákóczi utcán annak idején eladó, és hát a gyerekeit is nagyon jó helyen szerette volna tudni, mint ahogy tette is, engem az Alföld áruházba, a játékosztályra invitált tanulóként, a húgomat pedig a Központ Univer ABC-be, mint eladóként. Megtetszett, megragadott, és azóta élvezettel csinálom ezt a részét neki. Tehát ezek a gyerekek, amit tudnak mutatni, boldogságot, meg örömet, hogy a játékot megkapják a szülőtől, nagyszülőtől, ez mindennapunkat örömmé és boldogsággá teszi. Mit jelent neked az, hogy itt dolgoztatsz az Alföld áruházban? Az életemet. Nem bántad meg, hogy kereskedő lettél? Nem. Mit jelent az neked, hogy itt az Alföld áruházban dolgozhatsz? Nekem az áruház mindig biztonságot nyújtott mindenféle szempontból. Bármi gondom volt, én fordulhattam a vezetőséghez, mindig ott álltak mögöttem. Mi volna az, amit te itt még meg szeretnél valósítani az Alföld áruházban, itt ezen az osztályon? Hogyha lehetne még nagyítani az eladóteret, azt szeretném. Nem csak eladó vagy, hanem grafikus belső építész. Hát hogy tudod ezt kamatoztatni itt ezen az osztályon? Én nem csak ruhákat látok, meg színeket, hanem formákat, anyagokat, mindent, amiből ki lehet hozni valamit. Tehát egy farmer nadrág, vagy egy nadrág, az nem csak egy nadrág, az egy forma, egy szín. Azt ki kell úgy tálalni a kedves vevő elé is, hogy ez meglátja és beleszeressen. Az Alföld áruház és benne ez a ruházati osztály az ország egyik legjobb ruházati osztálya, ezt én garantálom. Mitől vagytok ti ilyen jók? Szerintem attól, akik itt dolgoznak, ugye tényleg szívvel, lélekkel a vevőért vagyunk, az áru minőségétől, kiszolgálás minőségétől szerintem, hát az, hogy itt mindenki szívvel, lélekkel oda teszi magát, és tényleg azt adja, amit kell. És egy nagyon nagyszerű csapatban dolgozunk, és én nagyon örülök is, hogy egy ilyen csapatnak lehetek a része. Az, hogy a fiad is kertész lett, az mit jelent neked? Hát az sokat jelent. Pici kora óta, hát 4-5 éves kora óta ott van velem a kertben állandóan. Ő az első pillanattól kezdve azt mondta, hogy ő kertész szeretne lenni. Úgy látom, hogy teljesült is neki a kívánsága. Jól dolgozik a gyerek? Hogy látod? Nagyon jól dolgozik. Megbízható. Jó srác. Nekem gyakorlatilag a növénytermesztés az én terápiám, az én terapeutám a növények. Hát a munka után, miután mentálisan kifáradva hazaérek, kimegyek a növények közé, és újból feltöltődöm estére. Kimegyek, megnézem őket, babusgatom, egy-két órát mindig eltörtök a földön a munka után, és mikor végzek estére 9 órára, így feltöltődve érek újból, viszont terapeuta szerepet szánok ezeknek a növényeknek egyébként az életembe. A növények általában megérzik azt, hogyha szeretik őket. Azt mondják, hogy igen, egyébként vannak ilyen körutaim, útvonalaim fixen a termőföldön, ott mindig gyönyörű a paprika, ahol gyakrabban járkálok, ahol nem, ott azért lehet, hogy egy kicsit vegyesebb az állomány. Még egyszer kezdenéd a szakmát, akkor így csinálnád? Én pontosan ugyanígy. Hát én nem is szeretném ezt máshogy, ugyanis úgy gondolom, hogy nekem az a munkám és azon ritka emberek közé tartozom, akik azt csinálják, amit szeretnek. Az Univernek van egy nagyon fontos közösség formáló ereje, aminek te az egyik főszereplője vagy. Minden egyes ember ösztönösen szeret valahová tartozni, és ez az ösztön különösen jellemző a vidéki emberre, akik elszigetelten, földrajzilag tagolt körülmények között élnek. Mi ezt az igényt próbáljuk kielégíteni a munkánk során, és azzal a hozzáállással, ahogyan évről évre velük együttműködünk. Ez a valahova tartozás, ez igen komoly biztonságot is hordoz magában, üzletileg, anyagilag, pénzügyileg is. Az, amit te csinálsz, az egy speciális tevékenység itt a cégnél. Mennyire figyelnek oda a te véleményedre az idősebbek? Mert ugye ez egy újdonság, ez a téma. Én azt gondolom, hogy teljes, egyrészt a kutatásban teljes szabadságot kapok, és nagyon sok lehetőségem van, mind műszeres analitika, mind pedig a területen végzett mérések tekintetében, és igenis bizonyos fajták megítélése tekintetében óriási jelentősége van az én véleményemnek is. Végül is nem bántad meg, hogy ide jöttél Kecskemétre, az Univerhez? Nem, nekem ez nagyon tetszik, Kecskemét városa is folyamatosan pezseg, nagyon élvezem, és hát az, hogy járhatom a termelőinket, és folyamatosan gyakorlatilag őtőlük is tanulok, ez nekem csodálatos élmény. Nagyon sok fiatallal veszitek körbe magatokat.
Ez bizonyára nem véletlen. Annak idején Szarka úr engem is akkor hozott ide, amikor volt egy fiatalítási hullám az Univernél. Akkor fiatal diplomásként nem csak én, hanem jó páran ide kerültünk, és ő ezt tudatosan egy másik generációt igyekezett felépíteni a cégnél. És lassan most a kollégáimmal, a vezérigazgató helyettesek, az igazgatókkal arról beszélgetünk, hogy kik most azok a fiatal diplomások. Egy kicsit jobb helyzetben vagyunk. Mi azért már a nagyságunknál fogva és a növekedésünknél fogva jó pár fiatalt fölvettünk az elmúlt években. Most az lesz a feladatunk a jövőben, hogy őket, akik itt egy-két éve már dolgoztak és bizonyítottak, hogy őket vezetői vonalra beépítsük. Következő olimpia Tokióban lesz. 3 év van még addig a fölkészülésig. Mit vársz ettől a kapcsolattól, ettől a következő 3 évtől? Az, hogy mellém állt az Univer még 3 évig és elkísérnek Tokióig, én úgy gondolom, hogy egy élsportolónak ez egy iszonyatosan nagy biztonságot ad, hogy egy ilyen cég áll mögötte és támogatja. Így tényleg nyugodt körülmények között lehet készülni és koncentrálni a felkészülésre, a versenyekre és hát a végcélre, a Tokiói olimpiára. Büszke vagy a művedre? Nem szégyellem. Nem akarom túlértékelni. Én azt hiszem, hogy egy alapkövetelményt tűztem ki abban az időben, és mind a mai napig ezt tartom, és arra büszke vagyok, hogy a körülöttem lévő meghatározó vezetők is átvették. Egy sajátos követelményrendszert állítottam föl, egy 3-as követelményt, amit úgy neveznek, hogy tiszta kezűség, őszinteség, és akkor jön a szakmaiság. Nagyon kemény kezű vezető voltál mindig is. Úgy gondolom, hogy inkább következetes voltam, tehát megegyeztünk, és azt elvártam, hogy ha valamiben megegyezünk, akkor azt hajtsuk végre, viszont mindig volt erőm ahhoz, hogyha úgy találtam én vagy a csapat körülöttem, hogy nem jó irányba megyünk a döntésnél, akkor azonnal volt bátorságom korrigálni, változtatni. Ennek ellenére, hogy talán erős vezetőnek vagy határozott vezetőnek ismernek, mégis úgy gondolom, hogy az az elismerés, amit naponta volt munkatársaktól, nyugdíjasoktól kapok, az azt igazolja, hogy a keménység mellett, a szigor mellett mindig volt egy gondoskodás, egy odafigyelés, egy emberi kéz, amikor igényelték, akkor segítettem. Mindazt, amit elértünk, azt ezúton nagyon szépen köszönöm munkatársaknak, tulajdonostársaknak, barátoknak, mert ha nem kaptam volna meg a segítséget, akkor messze nem tudnánk itt lenni, és egy születésnap alapvetően azt célozza, hogy visszatekintsünk, és erőt gyűjtsünk a holnaphoz. Ez a születésnap számomra egy kerek évfordulós, és éppen ezért mindenkinek velem együtt nagyon boldog születésnapot kívánok.